Twitch jutalmagója után, hogy nem neki kell védekeznie, de a ferencvárosiak lehet, hogy most visszacserélték volna, bár a szélről jött most jól fogja a gólja, Mavsár révén. Igen, kellő helyen áll az NB1, valamint az Európa Liga góllövő listáján is, nem is beszélve Kluivert Katrinról, aki ugyanilyen jó helyen áll a BL góllövő listáján. Kluivert, az neki zicser. Visszahúzta a rövid alsóba, ha könnyen. A Fradi átlövőit nem szabad hagyni ilyen szabadon lőni. Megint csak egy köztet. Két siófoki gólra, két ferencvárosi gólra, két góllal tudott válaszolni a siófok, sőt, Mavsár! Labdavezetés közben legalább két helyen meg kellett menteni ezt a saját akcióját. Igen, és ráadásul még ilyen fimasz befejezés is belefér. Na most kap egy mosolyt a kis padról, hát pont ő ne kapna. 15-15. Kluivert jön a büntető, ugye Málesztein. Szigorúan nézzük az első ferencvárosit a mai meccsen kihagyta. A kipattanót bedobtam, Kluivert viszont ezt nem bízza a véletlenre. 17-15 a Ferencváros javára. Megint egy izgalmas végjáték lesz, ott pedig bármi lehet. Mavsár! Rutinból, papdorkával szemben ezt most megoldotta. És kezd belelendülni Tamara Mavsár, ami a mindenkori ellenfélnek azért nem jó hír. Debreceni Klivinyi Kluivert! A válogatottban múlt héten ezeket gyakorolhatták, és meg is maradt, hogy most Debreceni Klivinyi Kluivert Katrinnak passzolta a labdát. Az előző gól lett, ez meg 7 méteres, és könnyen lehet, hogy ez is gól lesz, igen. Nem is akármilyen, majdnem hálószaggató. Bemutatták először a zárást, utána meg a zárásból a leválás. Kluivert ezen a második félidei két góljával egyből a Fradi legeredményesebb játékosa lett. Jön Pop, Debreceni Klivinyi, Janurik véd, és az üres kapura pedig. Próbálja lekövetni, de egyelőre nem megy. Lekics beközépre, Kisfaludi kezéből pedig az utolsó utáni másodpercben, de kiperdült a labda. Suk teszi át a túloldalra, ez pedig iskolajáték volt. Mavsár, gyors gól most a siófokiaktól. Ebben a félidőben a harmadik. Még Ferencváros ötöt dobott ebben a játék részben. Igen, ott nagyon szép pass volt, ott még pont bele tudtak piszkálni a védő. Mint hogyha Papp Nikolett fején csúszott volna meg. Egyelőre a tűz ma Kluivertben van. Hetedik gólja. Hát egy átadó csellel kettő védőt küldött el a beállóra. Nagyon szépen csinálta, és megnyílt előtte a fal. Kluivert. Hát ezt most kicsit vakon dobta el. Megérzéseire hagyatkozott, látni, mert hogy nem hiszem, néztem. Hogy nagyon látta a kaput, inkább éreztem, mert itt se néz még oda. Bök lendületet vehetett, Kluivert választja. Közte. Lekics kérte a labdát, és a lövés erre most figyelt, és leért a bal alsó sarokhoz csapó. De hát aztán hiba-hiba hátán a vendégeknél.
Hát a második félidő az kezd átalakulni egy Kluiber show-vá, mert az első félidőben, ha jól emlékszem, 3 gólja volt. Janurik Kinga vele szemben. Ez a siófoki lövés is bent van. A vonalról ma nincsen hiba. Lekic jutatta a paszt Cvicsnek, de csak Kluiberhez jut. Már amennyire az csak Massar már kirobbant akkor, amikor a Ferencváros még el sem hagyta a labdát. 30-26 ezzel.